Szép napot, sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ebben a mai videóban egy rádiós vonatkozású, de igencsak érdekes szerkezetet fogok nektek pár szóban bemutatni, illetve inkább áttekinteni a lehetséges javításokat, felújítási módokat. Ez itt nem más, mint az 1970-es évek legvégén megjelent Rohde & Schwarz cégnek az SMDU névre hallgató rádió teszteréből a modulációs egység, avagy modulációs fiók. Ugye ez többféle feladatra alkalmas, itt a feliratokat elnézve, tehát alkalmas különféle löketmérésre, különféle modulált jelek kiküldésére, ezek beállíthatók kézzel is, vagy előre választott opciók közül, képes FM modulációt, AM modulációt kibocsátani magából, és ez a szignálgenerátor által kibocsátott modulációt megjeleníteni ezen a műszeren, illetve a rádió felől érkező, úgymond jelekből a löket nagyságot is képes kimutatni, és a többi, és a többi, és a többi, még csak a legfontosabbakat soroltam föl nektek. Ezzel a műszerrel igazából jelen állás szerint csupán egy-két probléma van, próbálom is nektek mutatni. Az egyik az, hogy öreg, mocskos, poros, mindenhol dzsuvalerakódások vannak benne. Ez még úgymond a kisebbik jellegű probléma lenne. A nagyobbik jellegű problémát viszont mutatom nektek ennek a fogkefének a végével. Ez itt, ő ott bent, és próbálok úgy forgatni rajta, hogy látszódjon, és az a körülbelül 3 millió hasonló vöröses, bordós színű ROE, azaz Röderstein nyugatnémet kondenzátor, ami az 1970-es években egy nagyon modern konstrukciónak számított, ugyanis hogyha egy kicsit jobban megnézitek, akkor látható, hogy ez egy hermetikusan teljesen lezárt elkó, ami valahol igazából félúton szeretett volna lenni a tantál kondenzátorok és az elektrolit kondenzátorok között. Ugye rendelkezett az elkóknak azon tulajdonságával, hogy a feszültség tüskéket, az ilyen hirtelen feszültség csúcsokat sokkal jobban bírta, mint a tantál, nem robbant föl, nem durrant el, nem dobta le a kalapját. Viszont a teljesen lezárt konstrukció által talán nehezebben száradt ki, gondolták ezt a mérnökök, de azt kell mondjam, hogy eltelt azóta több mint 40 év, és mégsem váltotta be a konstrukció a hozzáfűzött reményeket, ugyanis sok esetben nevetséges, hogy ezt kell mondjam, de ezek a gagyi magyar mechanikai művek által gyártott kondenzátorok számos esetben még ennyi év után is jobbnak bizonyultak, mint ezek a nyugatnémet típusok, ugyanis ezek a pirosas, vöröses, bordós elektrolit kondenzátorok igen gyakran átmennek zárlatba, rövid zárba, vagy idő előtt kiszáradtak. Ezt nem én találtam ki, keressetek rá a neten, rengeteg holland, francia, illetve angol fórum foglalkozik ezzel a témakörrel. Német fórumokon is találtam nem kevés bejegyzést. Úgyhogy az első kör az arról fog szólni, hogy ezt a Rohde & Schwarz SMDU modulációs fiókot szétszedni, megpucolni, kontraktsprével megkezelni, mind a kapcsolókat, mutatom nektek, ha már a kapcsolóknál járunk, hogy valaki itt ezeket az érintkezőket igen csúnyán összekócolta az elmúlt évtizedekben, tehát ezeket is ki kell itt igazgatni. Ezeket a régi elkókat ugye ki kell cserélni, és utána pedig le kell tesztelni működés közben. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, ennyit szerettem volna elmondani előzetesen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, nézzétek meg a többit is. Ha feliratkoztok a csatornára, akkor pedig mindig automatikus értesítést fog nektek küldeni a YouTube arról, hogyha feltöltök valamit. Legyen szép napotok, sziasztok!